Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked! Görögkatolikus szertartás szerint áldották meg azt a táblát, amely a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kerítésén hirdeti, egykor ez már a nyíregyházi gettó területe volt. Kocsis Fülöp érsek metropolita házigazdaként úgy fogalmazott, bárki látja mostantól ezt az emlékművet és elmond az odaveszett emberekért egy imát, azt biztosan meghallgatja az Isten. Amikor imádságban bármi is eszünkbe jut, szép vagy fájó dolog, az mind-mind az Isten színe elé kerül, és ezáltal gyógyul. Ezért fontos, hogy nem csak emlékezünk, hanem az Isten színe előtt és az Istenhez fordulva emlékezünk. Köszönjük szépen a munkálkodóknak, akik elhelyezték, elkészítették, dolgoztak azon, hogy itt a Görögkatolikus Hittudományi Főiskolánk sarokpontján, Nyíregyháza városnak a szívében ezt az emlékező táblát, emlékhelyet elhelyezhettük. A héber és magyar nyelvű szöveget is tartalmazó emléktábla a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a GVAM Kft. És az Antiqua Kft. Közreműködésével jött létre. Ez a tábla 2024 Magyarországa. Az országos főrabbi a tábla leleplezésén azt mondta, ez az emlékmű jól példázza a mai magyar társadalmat. Ez a társadalom egy sebesült társadalom. Sérülések, sebek szaggatták, nyugodtan ki lehet mondani, hogy kettészakított társadalomban élünk, azt mutatja ez a tábla. És mégis azok, akik körülállták a táblát, és nem feltétlenül a notabilitásokra gondolok, hanem azokra, akik itt voltak, csak eljöttek az avatásra, a civilek, a polgárok, azok biztos, hogy különböző vallásúak, különböző világlátásúak, és egy cél miatt jöttek el erre a táblavatásra. Tehát ez tényleg csak azt mutatja, hogy azért van remény, hogy ezt a társadalmat meg lehet gyógyítani. Az eseményen beszédet mondott Nyíregyháza polgármestere is. Dr. Kovács Ferenc kiemelte, a város jó kapcsolatokat ápol a zsidó közösséggel. Botlató kövek emlékeztetnek az elhurcolt zsidókra, az egykori gettó közepén pedig holokauszt emlékmű áll, ahol minden évben megemlékezéseket tartanak. A múlt sötét bűneinek, fájdalmainak is a feldolgozás, az a való szembenézés nagyon fontos, a jelen és a jövő társadalmának is, és ez én azt gondolom Nyíregyházán elkezdődött, és talán nagyobb ütemben tart az elmúlt évtizedben. Ennek több állomása volt, több szimbóluma, ugye Bernstein Béláról neveztük el a teret, ahol a holokauszt szobor áll, ott adjuk az emlékezéseket. A Kállai gyűjteményben van egy kiállítás, amely a nyíregyházi zsidóság történetét mutatja 1840-től 1944-ig. Az emléktábla leleplezése után a vendégeket a Görögkatolikus Múzeumba invitálták, ahol a Csillag a házon, Csillag a kabáton című kiállítást tekinthették meg. Nyíregyházán az 1940-es évek elején mintegy 5000 zsidó élt. A vészkorszakban többségüket gettóba kényszerítették, majd koncentrációs táborokba hurcolták, ahonnan elenyésző számban tértek haza.